A Tolna megyei rendőrség legjobbjai is elismerésben részesültek a szervezet napja alkalmából megtartott ünnepségen. Szabó Csaba rendőrdandártábornok, rendőrfőkapitány többek között soron kívüli előléptetéssel, oklevéllel, kitüntetéssel jutalmazta azokat a kollégáit, akik kiemelkedő teljesítményüknek köszönhetően rászolgáltak arra. Kovácsné Nyúl Zsuzsanna, aki az év Tolna megyei rendvédelmi alkalmazottja címet kapta, úgy nyilatkozott, több éves pályafutása során mindig a legjobbat igyekezett nyújtani, ezért nagy megtiszteltetésnek érzi a kitüntetést. A Tolna megye rendőrfőkapitányság vezetőjétől az év Tolna megye rendvédelmi alkalmazott elismerést kaptam, amely nagyon meglepett, és nagyon-nagyon örülök, nagyon-nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem, köszönöm szépen. Köszönöm a dombóvári kapitányság vezetőnek és a vezetőségnek, hogy rám gondoltak és felterjesztettek. Az évrendőre kitüntetésben Máté Csaba, címzetes rendőralezredes részesült, aki elmondta, hogy ez az elismerés nem csak személyesen neki szól, hanem kollégáinak is, akiket az elmúlt időszak nehézségei között említett pandémia és illegális migráció is komoly kihívás elé állított. Azt gondolom, hogy az elismerés egyben felelősséggel is jár, hiszen hogyha az ember példaként állítják az állomány elé, akkor az azt jelenti, hogy a továbbiakban a munkában is és a magánéletben is példás teljesítményt kell letenni az asztalra. Korcsmár Péter, rendőralezredes, bűnügyi szakterületen kapta meg az évrendőre címet. Hatalmas megtiszteltetésként érte a kitüntetés, ami még jobban ösztönzi arra, hogy a legjobbat hozza ki magából és kollégáiból. Természetesen ezt az elismerést én kaptam, de mint a megyei főkapitányság bűnügyi osztályvezetője, ez nem csak az én munkámat dicséri, hanem ez szól azért nagy mértékben a kollégáimnak is, akik olyan teljesítményt tesznek rá az asztalra, hogy én, mint a vezetőjük elismerésben részesülhetek, és természetesen az előjáróimnak is nagy köszönettel tartozom, hogy egyáltalán ezt a lehetőséget biztosították számomra, illetve hát a családom támogatása nélkül ez nem igazán tudott volna működni. Tolna megye legjobb polgárőre címet idén Lázár Emil, a Nagyszokói Polgárőr Egyesület elnöke kapta meg, akit váratlanul ért a kitüntetés. Elmondta, hogy a legnagyobb motivációt a családja és a polgárőr csapata jelenti számára, akikre mindig tud számítani. Nagyon örültem neki, váratlanul is ért az egész. Nem számítottam rá, szintén megmondva, de azért ez egy nagy motiváció az ember számára, hogy egy ilyen címmel kitüntetik, azért megbíznak ennyire a munkába. Idén 4 kiemelt kitüntetést osztottak ki a Tolna megye rendvédelmi szerveinél dolgozók között, ezen kívül többen előléptetésben vagy pénzjutalomban részesültek.